Áldás békesség. A húsvéti evangéliumot a Lukács evangéliuma 24. részének 5. és 6. verséből olvasom a következőképpen. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Ma van a kereszténység legnagyobb ünnepe. A feltámadást ünnepeljük. Azt, hogy Jézus Krisztus legyőzte az emberiség legnagyobb ellenségét, a halált. Azt szokták nekünk mondani, hogy a halál tényét azt el kell fogadni, ez egy természetes dolog, az életünk vele járója. De ez egy óriási nagy hazugság. Érezzük is, hogy egyáltalán nem áll meg ez az állítás. Azért, mert képtelenek vagyunk arra, hogy elfogadjuk a halált. A saját magunkét is, és a szeretteinkét is. És ez azért van, mert az ember eredetileg örök életre lett megteremtve. Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor nem kalkulálta belénk a halált. Azért, mert neki semmi köze hozzá. Ő gyűlöli azt. A sátán volt az, aki elgáncsolt bennünket az Isten útján való járásban, az Istennek való engedelmességben, és a bűnünk következménye lett, hogy együtt kell élnünk a halállal és a halál tudatával. Isten azonban ezt nem hagyta annyiban. Elküldte az ő egyszülött fiát, Jézust, hogy leéljen itt a földön egy teljesen emberi életet. Jézus pedig vállalta a küldetést, eljött, vállalta a keresztet, meghalt helyettünk, miattunk és értünk nagypénteken a Golgotán, de aztán húsvétkor feltámadt, és most is él, és örökké élni fog. És az az ígéretünk van, hogy mi, akik hiszünk ő benne, mi is megkapjuk az örök életet ajándékba, ingyen, kegyelemből. Úgyhogy mi húsvétkor az örök életünket ünnepeljük. És ez nem csak egy ünnep, amikor leülünk és jókat eszünk és iszunk, persze ezt is tesszük, de ez sokkal több ennél, mert a feltámadás, a húsvét a számunkra gondolkodásmód, életmód. Ez határozza meg az egész életünket, azt, ahogyan viszonyulunk a dolgokhoz, ahogyan az embertársainkra tekintünk, ahogyan a családi életünket éljük, ahogyan a gyerekeinket neveljük, ahogyan a szüleinkhez viszonyulunk. A feltámadás tehát nem egy esemény, ami megtörtént, és aztán évről és évről évre újra és újra megünnepeljük, hanem egy életmód, ami szerint éljük az életünket. Mert az üres sír azt üzeni nekünk, hogy hűséges Istenünk van. Ennek a fényében élni pedig hatalmas ajándék. Ma, amikor egy olyan világot élünk, hogy minden és mindenki csalódást okoz nekünk, és mi magunk is csalódást okozunk másoknak, egy ilyen világban élve óriási kapaszkodót jelent tudni azt, hogy de van egy hűséges Istenem. Egy hűséges Istenem, aki megígérte nekem, hogy soha nem hagy el engem. És ez csak egyetlen egy ígéret, aközül a sok közül, amit a Bibliánkban olvasunk. Jézus előre megmondta azt, hogy húsvétkor fel fog támadni a halálból. Ezt persze akkor senki nem hitte el neki, de ő mégis feltámadt. És azóta az üres sír azt kiáltja, hogy bízhatsz Isten ígéreteiben, mert amit ő megmondott, amit ő megígért, az úgy van, és úgy is lesz. Azt is üzeni az üres sír, hogy Isten hatalmas, erős. Nincs annál rosszabb, amikor valaki folyton folyvást ígérget, fűt, fát, de aztán nincsen hatalma megtenni azokat a dolgokat,
amiket beígért. És ez óriási csalódást tud jelenteni. Éppen ezért annak idején, amikor a gyerekeink kicsik voltak, és injekcióra vittem őket, akkor én általában nem ígértem meg nekik, hogy nem fog fájni, mert tudtam azt, hogy valószínűleg fog. És én ez ellen nem nagyon tehetek semmit. És amikor már második vagy többedik alkalommal mentünk oltásra vagy injekcióra, akkor nem mondtam azt nekik, hogy nem is oda megyünk, hanem fagyizni vagy a játékboltba. Tudtam azt, hogy hamarosan úgy is kiderül az igazság. És hogyha olyat ígérek, amit nem teszek, akkor óriási csalódást fogok nekik okozni. Tehát, hogyha Istenbe veted a bizodalmadat, akkor ő nem fog neked csalódást okozni. Mert ő olyan Isten, akinek semmi nem jelent akadályt. Neki mindenek felett van hatalma. És hidd el nekem, hogyha le tudta győzni a halált, akkor a te problémád sem jelent számára akadályt. Én nem tudom, hogy jelen pillanatban milyen gondokkal küzdesz, milyen problémáid vannak, vagy milyen harcokat kell megvívnod. De arra bátorítalak, hogy ebben a helyzetedben keresd, kutasd Isten személyesen neked szóló ígéreteit, és hogyha megtaláltad, akkor nyugodtan bízd azokra magad. Mert ha a feltámadásra nézel, akkor tudhatod, hogy olyan Istened van, aki hűséges, állja a szavát, és aki mindenben erős, akinek mindenek felett van hatalma. Ő egy erős Isten. És az üres sír azt is üzeni, hogy ő kész arra, hogy cselekedjen. Ő nem nézte tétlenül, hogy téged elnyeljen a halál. Ő legyőzte azt, és érted, tette. És ez nem került neki kevésbe. Jézusnak óriási kín volt végigélni a nagypénteket. Ugyanolyan emberi testben, mint amilyen a tiéd vagy az enyém. De ő kész volt erre. Vállalta, és végigcsinálta, és húsvétkor pedig feltámadt. Ennek a világnak, amiben élünk, az a törvénye, hogy itt minden romlandó és mulandó. És ez sajnos a mi testünkre is igaz, hogy romlandó és mulandó. És én annyira utálom ezt. De ugyanakkor mi keresztjének már előre tekintünk az örök életünkre, arra, hogy a feltámadott Jézus megígérte nekünk, hogy az övéért vissza fog jönni, és magával fog vinni bennünket, akik pedig Jézus Krisztusba vetett hittel tették le az életüket, azok fel fognak támadni. És onnantól kezdve már nem lesz öregedés, nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász. Ezért ünnepelünk mi, a feltámadott Krisztust ünnepeljük, nem pedig egy nem létező tojásokat tojó nyuszit, mert a feltámadás megvan nekünk ígérve, az örök élet a mi reménységünk, és ez határozza meg a mi gondolkodásunkat, a mi életünket minden élethelyzetben. Amen.